Minden év novemberében, Szent Lukács napjához kapcsolódva mond köszönetet a gyógyítóknak a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Miskolci csoportja és az Éltető Lélek Alapítvány. A közelmúltban a Miskolci Egyetemmel közösen egy kutatásba is bekapcsolódtak, és eredményeiket a Szellem és Tudomány kötetben megjelentették. Ahhoz, hogy megértsük a mai modern korban az egyházak szerepét a mi életünkben, fontos a történelmi visszatekintés, hogy a gyökereinkről, a gyökereinkkel kapcsolatos érzéseinkről tudjunk beszélni, nem csak az érzések szintjén, hanem a tények, a történelmi kutatások szintjén is. Az oktatásban, a betegápolásban és a szegények gondozásában évszázadokon átvállalt szerepet az egyház. Amióta azonban az állam is bekapcsolódott ebbe a munkába, ez a szerep valamivel kisebb lett, de továbbra is említésre méltó. Végre tudományos kutatás számára is érdekessé vált, hogy odafigyeljen az egyházak sokrétű társadalmi jelenlétére, amit az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában számos más helyen végeznek, amelyek első látásra nem olyan túlságosan jelentősek, mégis, hogyha kicsit mélyebben tekintjük, akkor kiderül, hogy nagy szolgálatokat tesznek a társadalomnak. A Miskolci Egyetem kutatásaiban a mai társadalomban vizsgálta a magyar és kárpátaljai egyházak szerepét. Úgynevezett harmadik missziós tevékenység, tehát mindazok a feladatok, feladatkörök, amelyek túlmutatnak a klasszikus egyetemi feladatokon, tehát a szűkenben vett oktatási és kutatási feladatokon, tehát nyitni kell a társadalom felé, és olyan feladatokat elvégezni, amelyek a minket körülvevő világ kihívásaira adnak választ. A nemzetközi konferencián bemutatták a kutatás eredményeit felsorakoztató kiadványt, és előadást tartottak a hazai egyházak gyermekvédelmi és szociális munkájáról, valamint a kárpátaljai történelmi egyházak szerepvállalásáról is.